kakát Szandrás sportcsarnokból, az USA illetve a PVSK számára. Hajrá USA, mindent bele, gyerünk, gyerekek, egy város nevetek! Ez a két csapat még az idei szezonban nem találkozott egymással, ez egy elhalasztott mérkőzés. Ugyanis a előzetes tervek szerint ez a találkozó a negyedik fordulóban lett volna lejátszva, azonban Ruják András válogatott meghívót kapott, és utazott ki külföldre a válogatottal, emiatt a PVSK kérvényezhette azt, hogy ezt a mérkőzést elhalasszák, és így találták meg ezt a mai dátumot. Érkeznek már a csapatok a pályára. Az idei szezonban szokásos hazai fehér szerelésében az OSE, a vendégek pedig ez a szürkés-feketés trikóban. Ami egyébként egy nagyon kreatív mess, hiszen Pécs legszebb helyei láthatók rajta. El is kezdődik a mai összecsapás. Ruják András vezette a labdát, aztán Demeter is megkapta. Érdekesség, hogy Demeter Attila nem nagyon kezdett még az idei szezonban. Biztos, hogy nem véletlen, hogy pont az oroszlány ellen, hiszen ő ugye tavaly az OSE játékosa volt egy évadon keresztül, aztán meg is kezdi a Pécs számára a pontgyártást, pontosan Demeter Attila. Szóval, hogy Demeter több játék lehetőséget szeretett volna, illetve hiányzott neki a haza, hiszen ő pécsi származású, onnan is igazolt ide Oroszlányba. Ugye a tavalyi szezont megelőzően. Így tért ő vissza a PVSK csapatához, ahol bizony több játékpercet is kap, mint itt tavaly Oroszlányban. Ruják. Demeter beleáll a triplába. Az lejön. Hayes begyűjti a lepattanót. Anda nem kezd, ugye ő szokott U23-as fiatalként, helyette kezd Kucsora, az kettes, ha bemegy, azonban nem megy be. A labda pedig a Pécsé. Andának a bemelegítés közben láttam, hogy kis szallagok vannak a lábára helyezve, elképzelhető, hogy ő kisebb sérüléssel küzd. Illetve hát nincs. Nem, hogy a kezdőcsapatban, de a kispadon sem benevezve, bár ott ül a többiekkel. Rémi Ebel, aki betegségből jön ki. Meleg Gergő büntetővel, a vendégeknél egyébként ő a 23-as fiatal játékos. Meleg egyébként Rád Géber akadémia neveltje, onnan tette át, hát mondhatni házon belül, ugye Pécsen belül székhelyét a PVSK-hoz. Bemutat egy szép védekezést, Hayes nem fedezte a labdát. Nem sikerül első pontjait még megszerezni az OSE-nak. Budimir bedobja a triplát. Villámrajtot vesz a Pécs. 6-0-val kezdik a mérkőzést. Vejko Budimir. Bíró. Érdekes lehet számára is ez a mérkőzés, hiszen a Pécs kispadján 11-es messzámban ott ül az öccse. Bíró Levente. A kosár nem érvényes. Falt előzte azt meg. Az oroszlány az előző fordulóban nem tudott játszani. Henderson triplája jön le.
és továbbra sincs pont a hazaiaknál, hiszen ugye karanténba került a Ose gárdája. Bailey. 2+1-e. És ezzel megszerzi tehát a hazaiak első pontjait. Szóval, hogy karanténban volt az oroszlány, nem nehéz senkinek kitalálni, hogy ki volt a beteg, én erre nem szeretnék kitérni. Személyi okokra hivatkozva, de mindannyian örülünk annak, hogy az Osema ki tudott állni, hiszen ebben a 2020-21-es szezonban először teljes fordulót rendeznek a magyar NB1-es bajnokságban. Szóval minden csapat pályára lép ebben a fordulóban. Gyönyörű játék. A végén azonban nincs pont. És most már Anderson gyorsít fel. CJ Anderson. Ruják. Mismatchben marad. Nem használja ezt ki. Budimir rutinosan. Jó pár éve is már a pécsi játékosa. Bailey. Kintről lépett vissza. Itt tehát nem kezd gördülékenyen mondhatni sem támadásban, sem védekezésben az Ose. Ez is egy könnyen kapott kosár. És ebben a pillanatban Sebastian Krasovec kikéri első idejét, hiszen kicsit álmoskáson kezdenek a hazaiak. Mintha bent ragadtak volna az öltözőben. 6 ponttal 10-4-re vezet a PVSK. Amely az előző fordulóban tudott játszani, és nem hogy csak játszott, hanem egy nagyon komoly eredményt is ért el, hiszen hazai pályán fogadták az Aegis Körmend csapatát, és 86-81-re 5 ponttal meg tudták őket verni. Azon a mérkőzésen egyébként a hazaiak legponterősebb játékosa az Mike Lewis volt, aki 22 pontot szórt az Aegis Körmendnek. Ez mindenképpen tekintélyt parancsoló mutató. Biztos vagyok benne, hogy külön készültek rá az Osénál, hogy őt hogy lehet hatástalanítani. De hát egyelőre az ő pontjai nélkül is szépen termel a Pécs támadásban, hiszen 3 perc alatt dobtak 10-et, és szépen eloszlanak a pontok. Hayes! Ez biztos, hogy Krasovec így rajzolta meg a táblára, hiszen ez egy gyönyörűen kivitelezett támadás volt, maga biztos befejezéssel. Fundenburg. Faltolja őt Adrio Bailey, és tudja, hogy emiatt bizony most őt le is fogják cserélni. Fundenburg. Kihagyja az elsőt. Bailey szerencséje, hogy nem a tripla vonalon túl volt a szabálytalanság, így tehát csak 2-t dob. A második már a helyén. Fundenburg is megszerzi első pontjait, sőt neki ez már a harmadik.
Anderson, Kucsora. Anderson. Meleg, nagyon szépen védekezik Hayes-en. Morgan, Andersonnál marad. Az is lejön, Morgan zsákolja vissza. Rény Morgan most állt be. Rögtön első támadásánál pontot is tud szerezni. Budimir maradt egy pillanatra üresen a triplán. Nem kapta. Hayes testtel védekezik. Szép védekezés most ez az oroszlánytól. Wayne Morgan fizikálisan próbálja meg betolni Rujákot, aki aztán faltol egyet. 2-es csere a Pécsnél, 12-esével Velko Brikic, illetve 11-essel, már említettem, Bíró Levente. Tehát egy testvérpárost láthatunk most egymás ellen a pályán. Anderson. Ez egy nagyon nehéz dobás volt, amit vállalt. Minden bizony a faltot szeretett volna kiarcolni. Bíró és Brikic. A két friss ember. Összehoz két büntetőt a Pécsnek. Brikic. Tavalyi szezonban egyébként egyszer találkozott ez a két együttes egymással, akkor az oroszlány nagyon magabiztosan tudott egy hazai sikert elkönyvelni magának. Pont a pécsi forduló következett volna az OSE számára, amikor előtte pár nappal lefújták ugye a bajnokságot a koronavírus járvány miatt. Kucsora, oly, de szép! És nem adják meg! Oha! Hát, véleményem szerint itt most ennek a kosárnak érvényesnek kellett volna, hogy legyen, hiszen Kucsora már birtokolta a labdát. Anderson. Rövid az a triplája is. Elképzelhető, hogy nem sokára egy irányító csere következik az oroszlánynál. Mármint nem úgy, hogy Andersont elcserélik, hanem hogy Illés. Elképzelhető, hogy perceken belül pályán fogjuk látni. Brikic, hogy odaért Morgan, de szép! Kucsora. Morgan. Garambölgyi, Kucsora, szép játék, nagyon szép játék. Kucsora a triplával. Tizenegy-tizenhárom. Luis. Ruják. Anderson dühöng a falt miatt. És hát, mint pár másodperccel ezelőtt említettem, az most bekövetkezik, Illés Máté a pályán. Ugye, már mondtam, hogy az előző évadban egyszer találkozott ez a két csapat egymással. Az egy nagyon magabiztos oroszlányi győzelem volt igazi örömjátékkal. Bíró és Garambölgyi nem értették meg egymást, ez nagyon
gyerekes hiba volt a részükről, de aztán visszaadja a labdát a Pécs. Ma olyan meccset biztos, hogy nem fogunk látni, hiszen akkor azért a Pécs elég mély ponton volt, ugye rá pár fordulóra menesztették Csirke Ferencet. Bíró. Szóval akkor egy rossz szériában volt a Pécs, most ez nem elmondható róluk, bár vannak vereségek, amik bebecsúsztak nekik is. Nemrég a Kecskemét ellen kaptak ki, úgyhogy előtte pedig otthon majdnem 20-szal verték őket. Pécs egyébként közvetlen riválisának számít az oroszlánynak, hiszen ők a 9., az oroszlány pedig a 10. helyen van jelen pillanatban a tabellán. Igaz, a Pécs 2-vel több meccset játszott, mint az Ose. A Pécs 5 győzelem, 8 vereség, az oroszlány 4 győzelem, 7 vereség. Tehát, hogyha ma nyerne az oroszlány, akkor ez megfordulna, és ők lehetnének a 9. helyen. Morgan. Szép védekezés. De marad a hazaiaknál a labda. Garambölgyi, Illés. Illés, ez egy nehéz passz volt, Garambölgyinek dobnia kell. Morgan! De szépen ért oda. Az lejön, Bíró, a tesója mellett. Aztán pedig egy szép kosár, 15-20 ezzel. Bíró, azt ő dobni fogja, mondanám én, de meglátja szépen Kucsorát, aki beviszi és kihagyja az zicsert. Aztán visszaszerzi a labdát. Kucsora eldobja, lejön az is. Ezzel a 2-2-vel nem nagyon tud az oroszlány mit kezdeni, nagyon jól bontja meg középen a hazaiak védekezését a Pécs. És rendre egy pick and roll után egy gyors leválás. És vagy zicser a vége, vagy falt és büntető. Ez történt most is. Brikic. Büntetőzhet. Egyébként a vendégek vezetőedzője, Dragan Aleksics is ismerős lehet az oroszlánja számára, hiszen ő tavaly még a Szolnok trénereként volt itt az oroszlányi csarnokban. Wow, Bailey! Óriási blokk! Nagyon kellett ez. Hiszen most így végig támadhatja az oroszlány az utolsó negyedet. Illés. Nem biztos, hogy ki fogja ő adni a kezéből a labdát. Rövid. És ezzel ér véget az első negyed. 15-21-re vezet a PVSK. Nyomjátok meg a második helyet, hajrá, Ose! Veletek vagyunk! Minden bele!
Ez a 15 dobott oroszlányi pont kicsit kevés. Főleg itt hazai pályán azért, hogyha az oroszlány ma nyerni szeretne, már pedig nyilván nyerni szeretne, akkor azért ennél több kell náluk a támadás sokban. A 21 kapott pont pedig ilyen határeset, mert nyilván az is lehetne kevesebb, a Pécset viszont dicséri, hogy csak 15 ponton tartotta az Osét, illetve dobott 21-et. Jó mérkőzést látunk egyébként. Reméljük, hogy ez így fog folytatódni, és esetleg még több ponttal, még több nagyszerű megoldással fog folytatódni ez az összecsapás. Hajrá, Osser! Következzen a második negyed. Mindenben legyenek el, csak itt tovább. Hajrá, Osser! Folytatódjon tehát a mérkőzés. 6 pontos vendégvezetésnél fog az oroszlány támadni. Cserét nem látok egyik oldalon sem. Veljko Dragasevics melegít bőszen Pécsér kispadjánál. Ő is ismerős lehet az oroszlányoknál, hiszen egy fél szezon erejéig az Ose csapatát erősítette még a másodosztályban. Kucsora. Csak kettes volt. Ezek szerint a lába a vonalon volt. Bíró. Luis. Támadóiba. Kucsora harcolja ki. Szép védekezés volt. Hát Veljko egy kicsit kezével szeretett volna magának teret csinálni. De hát ez a kosárlabdában szabálytalannak számít. Illés. Kucsora. Szépen Garambölgyinek. Azt ezt már lehet, hogy nem kellett volna leosztani. Garambölgyi triplája lejön. Mike Lewis gyűjti be. Aztán Illés nagyon nem érti, hogy vajon ezért miért kapott faltot. Szépen védekezett. Igaz, hogy ugrott Luizzal a levegőben. Viszont csapó mozdulat nem volt Illés védekezésében. Ezt mutatja ő is most a játékvezetőnek, hogy fenn volt végig a keze egy síkban. A játékvezetők mutatják, hogy nem, előre nyúltál. Hát az ő szavuk dönt. Benn is van a büntető, Mike Lewis. A második is a helyén. 6 pontos vendégvezetés ezzel. Nagyon a missz meccsekre mennek rá az oroszlánynál, nagyon ezzel akarnak kialakítani maguknak helyzeteket, azonban ez eddig nem érzem oly hatékonynak. Most is ezt látjuk. A Morgan. Nagyon sokat fejlődött ő, mióta ide oroszlányba érkezett, ez látszik a játékán, hogy Krasovec kezei alatt sokat tud fejlődni. Budimir. Nem lesz egyszerű dolga. Lépéshiba. Nagyon-nagyon szépen védekezett Dióbéli.
hazaiak egyik legjobb védőjátékosa. Nem egyszerű őt sem betolni, hiszen jó fizikummal rendelkezik. Sem egy-egyben megverni, hiszen óriási emelkedése van Adrio Bailey-nek. Ismét Morgant játsszák meg mismatchbe, aztán Garambölgyi ráemeli a triplát, ha ide rövid. ...19-23, 7 perc, 32 másodperc. Az első fél időből. Gyorsan egy kis pályatisztítást kell eszközölni, aztán folytatódhat is. Az összecsapás. Piro Olivier fog a hazaiaknál visszatérni a pályára. Ez egy nagyon szép tripla. Mike Lewis. ...19-26, 7 pont közte. Talán ez volt az eddigi legnagyobb különbség a két csapat között a mai meccsen. Kucsora, és már csak 5 másodperce van az Osénak. Az Eiko faltól egyet, látszik ő rajta, és egy nagyon motivált, nagyon küzdés hajt. Hát szeretné megmutatni, hogy azért jó játékos ő is, annak ellenére, hogy az oroszlánynak nem kellett. Illés. Budimir olvasta a játékot. Illés kér elnézést. Kell az oroszlánynak a pont, és már csak 5 másodperc. Bíró abba bele fog állni, és bedobja! Oly honnan! Legalább másfél méterrel a tripla vonalon túlról a Dudaszó pillanatában. Ez nagyon-nagyon kellett most a hazaiaknak. Hiszen azért 10 pont köré csúszhatott volna a különbség, meleg közelien lejön, és tovább faraghatja hátrányát az oroszlány. Bíró gyorsított fel, Illés nézte, hogy meg lehet-e őt játszani. Bíró azt is eldobja, azt is bedobja! Ho-ho-ho! Bíró Olivier! Hát ez talán még messzebb volt, mint az előző, és még Mike Lewis ott volt az arcába. Ilyen, amikor egy játékos érzi, hogy elkapja a fonalat. 25-26. Egy pontra visszajön az Ose. Két nem semmi triplával. Piro azért megmutatja, hogy miért tartják őt az oroszlány legjobb magyar játékosai közé, vagy talán pont annak. Kinél, hogy. Az látszik, hogy ma az Oséban Anda Dávid nem nagyon fog szerephez jutni sérülése miatt. Érdekesség, hogy 14 perce kezdődött a mérkőzés, és csak Kucsora volt, mint fiatal a pályán. Pedig azért Muca is megmutatta azt, hogy lehet rá számítani, hiszen 17 pontot szórt a Jászberénynek az előző mérkőzésén. Muca. Krasovec úgy látja jobbnak, hogyha végig Kucsora van a pályán. Érdekes döntés, de hát... Bíró!
Az most lejön, Morgan azonban leszedi a lepattanó. Krasovec vonja kérdőre a játékvezetőket, hogy miért nem láttak faltot. Kilépett. Vejko Dragasevic. Béli. Megint ez a mismatch keresés. Béli nem tudja megoldani Rujákkal szemben. Elhagyta a labdát. Vejko. Lejön a triplája. Falt. Méghozzá Kucsora Csabánál. Ezek szerint a levegőben kilökte Vejko Budimir. Elej. Szépen, óriási potenciál van benne, látszik, hogy nagyon képzett és nagyon ki tudja használni fizikai adottságait. Hayes jön is vissza a pályára, hogy ő tud-e majd vele mit kezdeni. Megint ezt a nagyon mismatch szituációt, ugye, az azt jelenti, hogy egy kisebb ember fogja a támadó játékost. Azt próbálja kialakítani az Osa, viszont azt nagyon látszik, hogy a Pécs erre felkészült, és azután kicsit tanácstalannak érzem a hazaiakat. Támadásokban, hogy nem sikerül elsőre benyomni azt a labdát. Meleg! Öt pontnál. Anderson. Lejön. Hayes. Becsorol. Bradley Hayes. Ha bedobja, visszajön kettő pont, pontosabban visszajön Egárra az oroszlány, azonban nem dobja be. 29-30. Ruják. Vejko. Bedobja, Dragasevic. Budimir a falttal, és neki ez már a harmadik, muszáj őt lekapni a helyén. Demeter Attila, aki az elején egy gyors kettessel köszönt be, azóta viszont eltűnt kicsit. Bár most több pihenőt is kapott. Morgan büntetőzhet. Az első. Maga biztosan bent, valószínű, hogy őt fogják lekapni, hiszen a csere addig nem jöhetett létre, míg a két büntető le nem zajlott, és mivel Morgan bedobta, ezért most pihenőt kap. Dwayne Morgan 10 pontnál egyébként, hazaiak egyértelműen legjobb játékosa, ő, illetve bíró, akik most viszik a hátukon az Osét. Vejko Dragasevic, újabb tripla. Garambölgyi Demeter vele szemben, bíró nagyon üresen marad, az hosszú, Anderson. Kiosztja, Kucsora, bíró, azt is ráemeli. Az is lejön, bíró. Hát most nem ülnek a dobásai. Aztán egy hatalmaset kiabált dühében. Inkább nem mondom, hogy mit mondott.
de dühös, az biztos. Szerintem azért az előbb kettő olyan triplát bedobott, ami sokkal egy nehezebb dobás volt, mint ez a mostani kettő innen a sarokból. Rujákkal beszélget egy jót. Ruják szépen irányítja egyébként csapatát. Bár pontja még nincsen. Bíró a lepattanóval. Anderson. Le Hayes. Gyönyörű passz volt ez CJ Andersontól. Ő saját magának is nagyon tetszett a megmozdulása. Ez Zarc kifejezésén nagyon látszik. És újra két pont a differencia. 34-36. Továbbra sincs egyébként sok pont. De azért látványos, szép megmozdulásokat látunk. Szépen eloszlanak a pontok egyébként a hazaiaknál is. Edrio Béli 2-t, Kucsora 5-öt, Bíró 8-at, Dwayne 10-et, CJ Anderson 3-at, és Bradley Hayes, 6-ot dobott. A vendégeknél Fundenburg 3-at, Dragasevic 6-ot, Veljko Budimir 5-öt, Mike Lewis 5-öt, Veljko Brikic 8-at, Meleg Gergő 5-öt, és Demeter Attila 4-et tettek be a közösbe. Szóval azért a vendégeknél is eloszlanak a pontok rendesen. És az időkérést követően jönnek is vissza a csapatok a pályára. Volt a vendégeknél változtatás, Bíró, illetve Brikic újra a pályán. Ők az első negyedben is együtt kerültek fel, és nagyon szépen kettő-kettőztek. Lehet, hogy Dragan Aleksic ezt próbálja majd most is erőltetni. Brikic mutatja magát. Brikic próbálja betolni Bírót, be is tudja. Fizikai fölénye volt Bíróval szemben. Anderson. Hayes. Ő is be tudja tolni. Oh. Hát mondjuk azt, hogy ez Brikic nagyon rutinosan csinálta, és a játékvezetők ezt most megették, hiszen azért egy ilyen kontaktustól nem esik ekkorát egy ember, de hát jól csinálta, szó se róla, hiszen támadót megfújták a játékvezetők. De azért véleményem szerint ez nem volt az. Minden esetre a Pécs támadhat 34-38-as állásnál. Kevesebb, mint 2 perc a fél időig. Funderburg. Beviszi, Demeternek kiosztja, Demeter. Demeter, 6. pontja. Ő is, illetve Veljko Dragasevic is 6-6 pontnál már. Az első. Fél időben. Időkérés. Pedig Krasovec mutatta, hogy nem kéri az időt. Hívják is szerintem vissza a játékosokat. Igen, az eladott labdánál mutatta, hogy időt szeretne, aztán amikor CJ Anderson faltolt, akkor meggondolta magát. És inkább gyorsan egy cserét kért. Gyönyörű játék
ismét a 2-2, és most kéri ki az idejét Krasovec, aki nagyon-nagyon ideges. Öj, de mondja a magáét Illésnek. Brikic. És ezzel ő már 12 pontnál. Érdekesség, hogy az oroszlány háromszor állt oda eddig a büntető vonalra. Ugye ez 6 kísérlet, 3-at dobtak be a vendégek, 12 büntető kísérletből 8-at. Ez 50%-os büntető arány, ez megint nem mondható jónak az Osénál. Tehát a 14-ből 3 bedobott tripla sem az igazi. Közeliek 19/11. Ez nem vészes. Hát igen, itt látszik a különbség. Pontosan 20%-kal dob jobban a PVSK. Az oroszlány 42-vel, a PVSK 62-vel dob. Ami azért extra. Illés. Bíró. Ismét a palánk alatti játék. Hayes. Kijön. Ejhonnan jött az ki. Ide-oda pattogott a gyűrűn. Ismét a 2-2, egy gyors leválás. Illés most nagyon figyelt. Hiszen azért előbb nem semmi lecseszést kapott. Veljko Dragasevic harmadik triplája. És ezzel 10 ponton fölül a különbség 34-45. Bíró lejön. Még nem rég, ez még csak 2 volt. És még van ideje a Pécsnek támadni. Elcsúszik Frundenburg. Bíró. Bedobja! Bíró Levente. Oly, az micsoda kosár volt. Hű, de szép volt. Hát nem kis szerencse kellett hozzá. De megette a gyűrű. 14 ponttal elhúzott ezzel a PBSK. Sokkal több kell az oroszlánytól. Mind védekezésben, mind támadásban.
Akkor következzen a 2020-as év utolsó félideje. Mindent bele, gyerekek! Semmi nincs még lesz, mert mindig veletek vagyunk, hajrá, se! Mindent bele! Folytatódik az összecsapás. Pillanatokon belül, hiszen még az órán nem perget le a hátra lévő idő, de most akkor tényleg már kezdetét veheti a második félidő. 14 pontos pécsi vezetés. És támadnak a vendégek. Azonban az első dobásuk a második félidőben nem volt jó. Mike Lewis hagyta ki. Anderson, bíró. Ismét ezt a palánk alatti játékot próbálja az oroszlány játszani, Hayesnek betenni a labdát. Ez most sem sikerült. Morgan, Anderson. Anderson bedobja! Falttal együtt! Ez szép volt nagyon. C.J. Anderson. Ezzel már 6 pontos. És hármat már is faragott a hátrányából. Az Ose. Ruják. Nincs még egyébként veszve a hazaiak számára semmi, hiszen láthattuk azt, hogy a például a második negyed vége előtt pár perccel még csak 2 ponttal ment a Pécs. Illés. Állj, lejön a tripla. Szóval, hogy nagyon könnyen 1-2 perc leforgása alatt alakította ki ezt a 14 pontos előnyét a Pécs. Lejön a közeli bíró. Illés. Morgan. Morgan. Fúj, de szép lett volna. Azonban Morgannél marad a labda, de az is lejön. Morgan fogja az orrát, vagy a szemét. Így elképzelhető, hogy a kontaktlencséje esetett ki Dwayne Morgannek. Azonban gyorsan vissza is rakta. Gyönyörű lett volna, hogy ezzel a Eurostepnek nevezett mozdulatsorral alakította ki magának a zicsert. Azonban sokan tornyosultak előtte. Hayes maga biztosan vágja be a közelét. ...39-48... 2 perc lefogás alatt benéz 10 pont alá az Ose. Ruják ráemeli a triplát, bedobja! Bíró nem emeli rá. Bíró falt. Okosan harcolta ki. Büntető vonalra, aztán minden bizonnyal egy rossz védekezés miatt, hiszen amint Ruják bevágta a triplát, Kasovec egyből méltatlankodott, és most is mondja a magáét Hayesnek. Ez mi emiatt? Kapja le Hayest a pályáról. Nem volt vele védekezésben megelégedve.
Hész és Garam Völgyi beszélik meg a kispadon, hogy mit és hogyan is kellett volna. Bíró bedobja a büntetőt, és ezzel már ő is 10 pontnál. Másodikként az oroszlánynál, aki eléri a két számjegyű pontot. Dobott pontot természetesen. Újabb 2-2, ebből nagyon sokat láttunk a Pécstől, aztán Bélier oda. És megfújják a faltot a játékvezetők. Hát ilyet még nem láttam. Bailey kiosztotta a sapkát, leszette a labdát. Morgan volt talán, már le is ütötte egyszer vagy kétszer, és ezután fújta be a fenti játékvezető. Az alapvonali mutatta, hogy tiszta labda volt. Fodor Pétert kell nyugalomra inteni. Hát ez érdekes ítélet. Pontosabban elfogadható az, hogy faltnak fújta be a játékvezető, mert elképzelhető, hogy Bailey nem csak labdát ért. De azért elég későn fújták ezt be. Szóval már támadásra indult volna az oroszlány, mikor visszafújták. Anderson. 41-51. Bíró. Morgannek. Bailey megint a lábára pattintja, aztán megint elhagyja a labdát. Nagyon próbálja a center feladatait megcsinálni. Adrio Bailey azonban ezen a mérkőzésen eddig nagyon nem akar neki semmi se összejönni. Összesen 2 pontnál van, ami tőle azért szokatlanul kevés. És nagyon sok egyéni hibát vét. Anderson vetődött rá a szabad labdára. Hát maradjunk annyiban, hogy a játékvezető úr ezt most visszaadta az oroszlánynak. Egyébként a mérkőzés 3 játékvezetője Györfi Pál, Goda László, illetve Balog Gyula. Ők fújják át a sípot itt a mai összecsapáson. Anderson, de szép bejátszása, Morgan büntetőzhet. Anderson szépen látta meg a helyzetet. Okosan passzolta be Morgannek, aki büntetőzhet. Azonban az első lejön. Ezzel nem javítja az oroszlány büntető statisztikáját, hiszen a második is kijön. Egy 2 könnyen elvesztegetett pont. És így 11-ből 6 bedobott büntetőnél az oroszlány. 5 pont maradt ott a büntető vonalon. Ruják jó messziről. Le is jön. Bíró, tőle láttunk 2 triplát onnan, olyan távolságokból, szinte ugyanarról a pozícióról. Illés. Morgan, egy háromszögjáték ismét az oroszlánynál. Morgan triplája azonban lejön, a labda pedig a vendégeké. Ezt a háromszögjátékot nagyon erőlteti az OSE, hogy az irányítóval egy gyors 2-2 abból leválik a center, és a sarokban lévő bedobó fellép a 45 fokba, ő katja meg, és ő próbálja meg a centernek bejátszani. Nem egyszer láttuk ezt már az első fél időben, és biztos, hogy ezt Krasovec nem véletlenül dolgozta ki, hiszen ebbe láthatja a Pécs gyenge pontját védekezésben. Azonban nem nagyon jönnek még ezek a
ezek a kosarak, amik ebből születhetnének. Rujá. Rujják. Funderburg. Elesik. Béli gyorsít fel. Bélit faltolják, és lejön. A közelie Demeter Attila volt a falttal. Adrio Béli is büntetőzhet, és hát javíthatja Ozose büntető statisztikáját. Hiszen azért láttuk már nem egyszer, hogy ez a sok elvesztegetett pont a büntető vonalon később a végjátékban még megbosszulhatja magát. Bailey azonban most bedobja az elsőt. A második is a helyén. Négy pontnál ezzel Adrio Béli. És Wayne Morgan helyén közben egy gyors cserével Garam Völgyi. Dragasevic. Szépen olvasta bíró most ezt a 2-2-t. Anderson. Lejön a közelie, de marad a labda az oroszlánynál. Nagyon reklamálják a faltot, főleg Anderson az, aki úgy érzi, hogy előütöttek neki. Minden esetre marad nála a labda, hiszen ő hozza alapvonalból játékba a csapatát. Dragasevic a falttal. És már is megvan a Pécsnek az öt csapat hibája. Így tehát a elkövetkezendő 4 perc 45 másodpercben, ebben a negyedben minden faltért büntetőt dobhat az Ose. Bíró, neki azért magabiztos a keze. A büntető vonalról is. 11 pontnál ezzel csapat a legeredményesebb játékosa. Ott a 12. csapatának 45. és hát azért nem menjünk el amellett, hogy azért az oroszlányiak legjobb játékosa, legjobb pontszerzője, majd 18 pontot átlagol ebben a szezonban. Ugye nem lehet ma a csapat tagja. Vejko újabb triplát dob be. Dragasevic Vejko 12. pontja, mindegyik triplából született. Béli. Béli szépen éledezik ő is. Kell is, hiszen kell, hogy legyen egy vezére a légiósok közül az Osénak ma, így, hogy nincs Ébel. És ezért láttuk Bélit arra, hogy képes ilyen dolgokra, hiszen például Bakson az Asénak 30-at szórt. Meleg. Nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, pedig azért Garam Völgyi fel tudja vele venni a harcot. Fizikálisan. Anderson triplája jön le. Nem legyen, nagyon technikásan oldja meg ezeket a pozíciójátékokat. 7 pontnál egyébként Meleg Gergő. Aki ugye fiatalként kezdte a meccsen, de hát látszik az, hogy őt nem csak azért játszatják, mert muszáj, hanem mert hatalmas hasznára van csapatának, Demeter. Demeter Attila 8 pontnál, és ezzel ismét 13 közte. 3 perc van még a harmadik negyedből. Cserék
mind a két oldalon, a hazaiaknál Kucsora érkezik, akiről szintén ugyanaz elmondható, mint előbb Melegről, hogy nem csak fiatalként számítanak rá, hiszen itt a második félidőben is játékpercekhez jut, lejön Illés büntetője is. A második is lejön. Ezzel már 7 kihagyott büntetőnél az Ose. 17-ből 10. Nagyon rossz ez a mutató. Illés, lecsapdázzák. Kucsora próbálta rápatintani a labdát. Az egyik pécsi játékosa, hogy oldalvonalról jöhessen az Ose. Ez nem sikerült, azonban a Pécs ezt most egy kicsit elkapkodta. Illés. Morgan. Garamvölgyi. Ismét Illés. El kell dobnia, eldobja, lejön. Kicsit tanástalannak érzem most a hazaiakat a támadásban, és nem először érzem ezt a mérkőzés során. És Krasovec mutatta is már, hogy időt szeretne kérni. Látja ő is, hogy baj van. Meleg gyűjti be a támadó lepattanót. Demeter, Bélier oda. Aztán Krasovec mutatja, hogy mégsem kéri az időt. Meggondolta magát. Ruját. Hundenburg kiharcol egy faltot, az is volt egyébként. Tisztán lehetett látni, hogy Kucsora keresztbe vert neki. És az oroszlánnak is megvan az öt csapat hibája. Hundenburg. Büntetőzhet. Ő bedobja. A második viszont nála is lejön. Morgan. Bailey Falk. Mehet a büntetővonalra. Tudja ő most javítani a hazaiak statisztikáját? A büntetővonalról. Nem. Lejön ez a büntető is. 8. otthagyott pontja a büntetővonalon az Osénak. Bőven 10 ponton belül lehetnének, ha bedobnák a büntetőket. A másodikben van. Tehát ez sovány vigasz. 18-ból 11. Hundenburg. Ruják. Ráemeli a triplát, és be is dobja Ruják András. -48-64. Kezd a különbség sok lenni. Morgan. Nincs falt. Morgannél marad a labda. És aztán támadó hibát látnak Dwayne Morgannél.
második fajtja. És Brikic büntetőzhet. 1 perc, 2 másodperccel a harmadik negyed vége előtt. Ő bedobja mindkettőt. ...48-66, egy labda és 20 közte. Nem egyszer láttuk már az oroszlányt 20 pontról visszajönni. Csak hát kérdés, hogy miért kell mindig az ellenfelet hagyni 20 ponttal elmenni. Kucsora triplája nagyon rövid volt. Béli korrigált közelről. Adrio Béli 9 pontnál. Dragasevic, ez a triplája most lejön. Szeretne az oroszlány minél tovább zárkózni. Öt másodperc. Illés dobja el. Ej, de hosszú volt. Kucsora. Azt is rádobja, ahogy mi volt itt a végén. Fundenburg azt hitte, hogy lejárta. Teljesen. Nem, hogy a támadó ideje, hanem a harmadik negyed ideje, és ezért dobta rá ezt a félpályását, és akkor még Kucsorának is volt esélye. Nem nézte. Az időt. 50-66, tehát 16 pontos pécsi vezetés. Rá tudtak még kettőt pakolni a félidei eredményükre. Félidei különbségre. Nagyon nehéz lesz innen az orosztálynak visszajönni a mérkőzésbe. Hiszen a Pécs nagyon masszívan, nagyon jól játszik. És igazából az első perctől fogva vezet. De mint már mondtam... Nem egyszer volt már olyan a szezon során, hogy az oroszlány 20 pontról kapaszkodott vissza a mérkőzésbe, és aztán játszott egy teljesen nyílt végjátékot. ...36 másodperc van még írva. Táblára, hogy a harmadik negyedből annyi még hátra van. Hát most nagyon nem tudom, hogy mi történik. ...3,7 másodperc. Miért kapott még a Pécs a harmadik negyedből 3,7 másodpercet? Béli ért oda. Hát ezt most nem értem. Én ilyet még nem láttam. Oké, hogy Fundenburg azt hitte, hogy már lejárt az idejük. Tehát akkor most már biztosan vége a harmadik negyednek.
De hát az valamilyen szinten, sőt, hát ez teljesen az ő hibája. És nem tudom, hogy a Pécsesz vajon miért kaphatta vissza ezt a 3 másodpercet. Mindegy, a lényegen nem változtat, pont nem lett belőle. Cserébe láttunk egy gyönyörű újabb Béli blokkolást. ...50-66, tehát innen fog folytatódni a negyedik negyed. Érdekes jelenetek voltak ez itt az imént. Őszintén megmondom, fogalmam sincs, hogy a Pécs miért kapott még 3 másodpercet a végén, de a lényegen nem változtat, pont nem született belőle. Elképzelhető, hogy Dragan Aleksics kikérte az idejét. És akkor nem számolták ezt a 3 másodpercet, de hát bement a büntető. Akkor következzen az utolsó negyed. Szóval akkor meghapatta volna az időt. Tudom. Minden esetre 10 perc van hátra a mai összecsapásból, a 2020-as év utolsó mérkőzéséből. Hát lássuk, hogy mit tartogat még számunkra ez az utolsó negyed. Támad az Ose. Hayes. Hayes csinál magának helyet. Aztán faltolják őt. Brikic. A tettes. Hayes büntetőzhet. Lejön az első. 20-ból 11 büntető. A másodikben van. 20-ból 12, 8 pontot hagyva a büntetővonalon. Számoljunk 6-tal, hiszen azért mondjuk 21 kísérletből. Pontosabban 21-12, szóval 9 kihagyott. Hát mindegy, borzasztó teljesítmény, ez biztos. Viszont most a Pécs nem tudott pontot szerezni a támadásából, és így faraghatja a hátrányát az Ose. Csak hát ahhoz be kéne dobni a büntetőket. Illés. Bíró. Bíró ráemeli a triplát. Lejön. Kicsit elkapkodta ezt most Bíró. Aztán szépen védekezik, de marad a labda a Pécsnél. Az lejön Hayes. És mutatják, hogy gyorsítsanak fel, hiszen emberelőnyt alakíthat ki az Ose. Bíró. Kiütik a kezéből. És aztán róla hagyja el a labda a játékteret. Azért Bíró teljesítménye is visszaesett az első fél időben látottakhoz képest. Bár még mindig ő csapat a legeredményesebb játékosa. Ruják. CJ Anderson tért vissza a pályára, figyelnie kell, hiszen ő már 4 faltos. Anderson. Bélinek. Szép. 53-66. 13 közte. Két perc alatt nem tudott még pontot dobni a Pécs. Az a tripla is lejön, és ismét az Ose a labda. Egy triplával akár 10 lehet közte. Bíró. Anderson. Anderson végig.
Ha nem is tripla, de ez is nagyon sokat ér. 55-66. Gyorsan ledolgoz az oroszlány. 5 pontot. Kicsivel több, mint 2 perc alatt. És gyorsan időt is kér Dragan Aleksić. Hiszen jobban kezdi a negyedik negyedet a hazai csapat, mint a vendég. És megkezdte a felzárkózást. Az időkérés követően jönnek vissza a csapatok a pályára. C.G. Anderson 8. pontja volt ez. Hát lássuk, hogy itt a időkérés követően az OSE tudja ezt a jó szériát folytatni, vagy magára talál a Pécs itt az utolsó negyedben is, mint ahogy ezt tette az első háromban. Csúlyák. Rujáknak kijátszott tripla, gyönyörű játék, ott a tripla. Újra 14 közte ezzel. Béli. Nem jön válasz. Default. Maradhatta a támadásban az OSE. Ace. Muszáj volt rápattintania Prikicsre a labdát, hiszen ilyenkor 5 másodperce van a csapatnak játékba hozni azt, és nagyon járt már le az OSE ideje. Bíró Oliver háttal a gyűrűnek szépen. 57-69. Ruják. Hunnenburg bevágja a triplát, és jön Krasovec időkérése is. És hát ugye a mérkőzés előtt, pontosabban a mérkőzés vége előtt 66 perc 41 másodperccel 57 dobott pontnál van az OSE. Azért érezni lehet, nem kicsit, Remélből hiányát a csapatban. De hát ma nélküle kell gazdálkodni az OSE-nak, és azért megvoltak a lehetőségei az oroszlánynak ahhoz, hogy sokkal közelebb lehessenek, és sokkal szorosabb mérkőzést játszanak, bár mondom, még mindig nyíltnak találom ezt a mérkőzést, hiszen bár a PVSK sokkal vezet, 57-72, 15 közte, de sok is van még vissza, szóval majdnem 7 perc, és tényleg nem egyszer láttuk már az OSE-t. Nem kis csapatok ellen egyébként, tehát a Deac, Szolnok, Falkó, ezekre gondolok, amikor 20 pontról visszajött az OSE nyílt mérkőzésé téve azt az összecsapást. Ahhoz hatékonyabb támadójáték és egy szigorú védekezés kell. Bíró elpasszolja magát. Aztán Bíró labdát szerez, de marad a labda a Pécsnél.
elütni tudta csak Rikics kezei közül bíró. Budimir. Fault. Veljko Budimir jöhet. Kettő büntetődobással, nem az a típusú játékos, aki kihagyja a büntetőket, nagyon magabiztos keze van. Bírót kérik meg, hogy hagyja el a három pontos területét, hiszen ugye ilyenkor csak azok a játékosok tartózkodhatnak ott benne, akik ugranak a lepattanóért. Bíró nagyon magyarázott valamit Bélinek. Bíró okosan lépett be a lepattanóért. Anderson. Bíró. Kucsora. Kucsora végig. 59-73. Befogy az ideje az oroszlánynak, hiszen már csak 5 perc, 40 másodperc. Hunnenburg. Luis bedobja. Ez extra tripla volt. Kucsora ott volt az arcában. Az egy rossz közeli kísérlet volt, azonban Béli megint jókor volt jó helyen, és ezzel már 13 pontnál Edrio Béli, tehát összekapta magát. Morgan megragadt annál a 10 pontnál, aminél a fél időben volt már. Pedig az első fél időben úgy nézett ki, hogy ő lehet ma a hazaiak vezére. Nem sikerült neki ezt beteljesíteni. Luis. Kucsora vágott neki keresztbe. Bíró kap pihenőt, akit hát lábon nagyon könnyedén megvert Mike Lewis. Lewis bedobja mindkét büntetőjét. Kucsora bedobja a triplát. Kucsora Csaba is egyébként már 10 pontnál. Tudja, kiveszi ő is a részét a csapat teljesítményéből. Aztán faltól egyet. Alapvonalról a PVSK. Meleg. Anderson nyújt bele a paszba. Béli a lepattanóval, Anderson. Illés beleáll. Illés bedobja. Kellett. Nagyon kellett a hazaiaknak. 67-78, megint 10 pont környékén az Ose.
de már csak kevesebb, mint 4 perc. Nem volt. Lejön Bailey a lepattanóval. Illés gyorsi. Illés. Anderson. Anderson kezei közül kiütik a labdát. Maradhat az oroszlánynál. Anderson. Illés. Illés, Kucsora. Kucsora dobja rá, Kucsora dobja be. Jól játszik Kucsora. 12 pontos. És 3 perc 15-tel a vége előtt 10 ponton belül az OSE. Elkezdtek jönni a pontok támadásba, csak hogy ne túl késő legyen. Illés üti ki a labdát Ruják kezei közül. Aztán a játékvezetők ezt szabálytalannak látták. Bizonyára azt látták, hogy Illés elérte Ruják kezét is. Ruják aztán kap egy kis pihenőt. Kics. Hindenburg. Demeter. Dragasevics. Lejön. A lepattanó az oroszlányé. Kucsora gyorsít fel. Kucsora. Morgan. Illés találja meg. 2 perc 40 másodperc. Illés. Illés pattogtat. Hát ezt rá fogja dobni Illés. Beviszi, és lejár ezzel a támadóidő. Kiütötték a keze közül a labdát. Hát pedig, ha ebből a támadásból most pontot tudott volna szerezni az OSE. Lukic. Luis pattogtat. Dragasevics. Harcolja ki a faltot. Morgan ütött oda neki is a negyedik. Kicsit feleslegesnek éreztem ezt a faltot, hiszen ketten várták volna ott a festéken belül Dragasevicset. Vekko Dragasevics is 14 pontnál. És hát igen, 11 közte, és 9 kihagyott büntető az oroszlánynál. Milyen jól jönne most az a 9 pont. Kucsora. Anderson. Besapkázzák. A labda pedig a Pécsi. Tér vissza. Kucsora helyén. Érdekes egyébként, hogy 8 játékos játszott ma az oroszlányban. Ott jön a padon.
Pap, Szabadfi, Muca, Anda. És egyikük se jutott játék lehetőséghez. Egyedül Hayes, Garambölgyi, illetve Kucsora, aki most visszatér, hiszen Andersonnak megvan az ötödik faltja. Vendégeknél 10 játékos is pályán volt. És hát mindenki, aki pályán volt a vendégeknél, pontot dobott. Kucsora, arra is odaérnek. Ezzel végérvényesen megpecsételte a sorsát a Pécs az Osénak. Rasovets sem bírja, már leül. Illés dobja rá a triplát, lejön az is. 69-83. Az eddigi legnagyobb vereségébe szaladt bele az Ose. 14 pont. Morgan faltól, ezzel ő is kiszáll. Rasovets még időt kér. Hát az érezhető az oroszlánynál, hogy megtörte a csapat lendületét. Az, hogy kényszerpihenőre kellett vonulniuk, ugye karanténból jöttek ki, egy párat edzettek csak az elmúlt napokban. Ugye nehezítette az is, hogy ünnepek voltak. A csapat dolgát nem tudtak olyan frissen készülni, illetve hát többször említettem, hogy a legjobb játékosuk sem játszik, és hát melyik csapatot ne hatna meg, hogyha nem lenne ott a legjobb játékosa a pályán. De semmit nem mond le a Pécs érdekeiből, hogy gyönyörű győzelmet szereznek ma. És hát megérdemlik tényleg, mert az első perctől kezdve vezetnek. És a kezükben tartották végig, és voltak az oroszlánynak felvillanásai, mikor pár pont volt csak közte, de ezt a Pécs végig a kezében tartotta ezt a győzelmet a mérkőzés során. A végére még két légiósát is elveszti az Ose, de hát már csak 48 másodperc az összecsapásból. Összességében 2020-ban nem volt egy rossz éve az oroszlánynak, bár nyilván a klubot és a csapatot is érintette ez a világjárvány, ami idén kialakult, de ugye a tavalyi szezont is még nézzük, hiszen a tavalyi szezonban is volt még pár meccs, amit 2020-ban játszottak. Akkor ezért egy nagyon emlékezetes év lehet ez ebből a szempontból, ha már másból sajnos nem, hogy azért nagyon szép győzelmeket láthattunk az Osétól, mind hazai pályán, mind idegenben. Ugye lassan egy éve lesz. Tehát az is idén volt, hogy Falkót egy utolsó másodperces triplával verték, de hát ez egy a szép győzelmek közül, amit ki lehet emelni. Sajnos nem tudják lezárni. Úgy, ahogy akarták ezt az évet. És itt a végén már minden bejön a Pécsnek, ez most például egy 3+1, mivel már tényleg majdnem 20 közt és csúnya lesz a vége.
Illés triplája rövid, és ez a hivatalos végeredmény, 71-88, az Aegis Körment után az OSA Lions-t is megveri a Pécs, és nagyon szépen zárják ők a 2020-as évet. Én mindkét csapatnak, illetve mindkét csapat szurkolóinak, legfőbbképp az oroszlányoknak kívánok nagyon boldog új évet. És hát 2021-ben találkozunk, sűrű program lesz januárban, szóval lesznek mérkőzések, amelyeket tudnak majd itt megtekinteni velünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak 2020-ban. Még egyszer boldog új évet mindenkinek, mi megyünk tovább az úton. Hajrá Ose, mindig veletek! Hajrá Ose! Boldog új évet mindenkinek! Még egyszer mindenkinek boldog új évet, és hát viszont hallásra! Köszönjük, hogy minket hallgattak!